Az egészséges testtartás és életmód jegyében fitlabdákat és miniszobakerékpárokat helyeztek el a Városi Könyvtár olvasó termében, de a nemrégiben megnyert pályázatnak és a támogatói kártyánkból befolyt összegnek köszönhetően a gyerekrészlegen is élénkszínű, puha fitnesslabdákon ücsöröghetnek könyvlapozás közben a kicsik. Ez az egyik újdonság, amellyel találkozhatnak a könyvtárba betérők, másik pedig az a mintegy 200 darab új könyv, melyet a polgármesteri hivatalnál elnyert pályázatból vásároltak. Összesen 8000 lejt költöttek új kötetek beszerzésére, mely révén gyerek és ifjúsági könyvekkel, pedagógiai, egészségügyi, informatikai ismeretterjesztő szakkönyvekkel bővülhetett a könyvállomány. Több mint 8000 lejre sikerült könyvet vásárolni, illetve szintén látványosak a fitnesslabdák és a taposók, amiket elhelyeztünk az olvasóban. Nem titkolt célunk az, hogy egy kis mozgás lehetőséget adjunk annak, aki akár több órára ül be a könyvtárba hozzánk, illetve ha van kedve hozzá, akkor egészségesen tud ülni és egészségesen tud mozogni eközben. Az eszközök tárházának bővítése itt még nem áll le, hisz hamarosan olvasó lámpákat vásárolnak, később speciális nagyítókat is elhelyeznek az olvasóteremben. Ugyan a vakáció idején rövidített programmal, azaz 9 és 17 óra között tart nyitva a könyvtár, valamint szünetel a Szabó Károly által vezetett filmklub is, ám így is számos programot kínálnak a nyári hónapokban is. Rendkívüli filmvetítések, kiállítások mellett augusztusban idén is megrendezik például a nyitott könyvek éjszakáját. Két rendezvényünk lesz, hát én most az elsőről beszélnék inkább, hisz augusztus 15-én a nyitott könyvek éjszakájára kerül sor, és ez a helyszínpont, ahol állunk, több koncertnek is helyet ad. Simó Anna Mária fogja várni a gyerekeket is egy előadással, és aztán később a felnőtteket is, de majd egy klasszikus zenei koncerte is sor kerül a Székelyföld Filharmónia segítségével. Az olvasó táborra szeptember 1-e és 5-e között Pálpatakán kerül sor, melynek központi témája idén Tompa László életműve lesz. A 20 fős ingyenes táborban minden iskola küldhetett egy-egy gyereket, rajtuk kívül a könyvtár hűséges olvasói közül további fiatalokat hívott meg. A tábor ugyancsak a polgármesteri hivatalnál elnyert pályázati pénzből valósul meg.